skorciak elindították a hógolyót, meggyúrták, ez most már lavinává kezdi kinőni magát. A mai napon a Herman Ottó gimnázium nyílt levelét már 30 ezer egyéni támogató írt alá, és 500 ezer intézmény. Ma mi itt vagyunk, az országban még 10 helyen vannak támogató megmozdulások, és gondoljuk, hogy aki tehette, az elment Miskolcra, és így fejezi ki az egyetértését. Nagyon reméljük, hogy mindenkiben lecseng az, hogy azzal, hogy megszületett a nyílt levél, és aláírták ennyien, és mi most itt vagyunk, nem egy szelepet raktak a lufira, és majd az a lufi szépen lassan leenged, kidühöntük magunkat, begurultunk, jó, és elvonulunk. Az aláírások január óta folyamatosan gyűlnek. A Miskolci Herman Ottó gimnázium nyílt levelében gyönyörűen megfogalmazta, hogy egyik fő problémájuk a központosítási rendszer. Szeretnék kérni annak visszaállítását. Ennek dacára úgy reagáltak, hogy a mai napra összehívták a tankerületi intézményvezetők a testületi értekezleteket. Ebből is látszik, hogy nem jutnak el az információk, amiket mi sugározni szeretnénk a vezetőink felé. Aztán kaptunk egy ilyen visszajelzést, hogy a vezetőink nem a pedagógusokkal, hanem a releváns szakmával szeretnének tárgyalni. Ezek szerint ez azt jelenti, hogy a pedagógus nem szakember a saját területén, az ő szemükben. Őszintén remélem, hogy a releváns szakemberek végre kifejezésre juttatják, hogy a 6 éves korú iskola köteles gyerek, mikor bekerül az általános iskolába, és azzal szembesül, hogy 7 tanítási órája van, és esetleg szünetben fog ebédelni, akkor lehet, hogy másként fog reagálni, mint ahogy ezt ők várták. Őszintén remélem, hogy felfogják, hogy a kísérleti tankönyveket elvetjük, mert a gyerekeinket nem tekintjük kísérleti egereknek. Nagyon remélem, hogy megértik azt, hogy az agyonnyúzott, agyonterhelt diák, amikor találkozik, az agyonnyúzott, terhelt pedagógussal, abból jó nem sülhet ki. Én a 30 éves pályám alatt megtanultam azt, hogy az ellenvéleményt meg kell hallgatni, mert ez a fejlődés útja, ez vezet előre. Hogyha nem hallgatom meg, nagyon könnyen előfordulhat, megyek egy szakadék felé, tolom a biciklit, jönnek a barátok, kiabálnak, hogy figyelj, nem jó irányba mész, nem jó irányba mész. Nem hallgatom meg, tolom a biciklit, és lehet, hogy annak a vége baj lesz, ha túltolom. Most mindenki képzelje maga mellé egy-két embert, mert nagyon sokak, akik szeretek volna itt lenni, nem lehetnek itt, mert kirendelt szülőértekezleten vannak 5 órától, egy egész iskolányi szülő. Úgyhogy itt most szeretném, hogyha ide képzelnénk azokat, akik lélekben itt vannak, nagyon sokan vannak. Nem sírni jöttünk, nem felhánytorgatni, nem piszkálódni, hanem a változásért. Nem mehet tovább, hogy nap mint nap önkényesen, sokszor szakmaiság és egyeztetés nélkül változzanak meg a feltételek, körülmények, lehetőségek. Nem szabad és nem is lehet, hogy egyformaként kezeljenek tanárokat vagy akár diákokat, megfosztva őket vagy minket a választás lehetőségétől, például minket, szülőket is. Ha van önök közöttetek, akinek egynél több gyermeke van, az pontosan tudja, nem egyformák, ők sem. Higgyék el, még az egypetéjükrek sem, ezt én nagyon jól tudom. Nem lehet, hogy a tankönyveket tárgyi tévedésekkel, számtalan hibával, sokszor ízléstelen, diszkriminatív viccekkel, versekkel kényszerítse rá az iskolákra, a pedagógusokra, az oktatásügy. A mi gyerekeinknek ebből kellene tanulniuk, okosodniuk, sőt motiválódniuk. Nem lehet, hogy olyan helyzetbe kényszerítsék az iskolákat, vezetőket és pedagógusokat egy átgondolatlan, szement törvény miatt, hogy a nyugdíjba vonuló pedagógusok helyett a többi, sokszor nem szakos tanár tartson órát. És ha egyszerre 4-en 5-en mennek nyugdíjba, ki fogja nevelni, oktatni gyermekeinket? Szerencsére mostanra már éppen az EMI háttér intézményének, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézményeknek tanulmánya miatt a döntéshozóknak már tudniuk kell, hogy nagyon-nagyon súlyos problémákat hozott az iskolák államosítása, központosítása, a klik megléte csak akadályozza az iskolák mindennapi működését, és a beígért és várt szakmai kérdésekben sem látni nagyon előrelépéseket. És akkor még a megbecsültségről nem is beszéltünk.
Meg kellene érteni a gyermekeinknek, egy gyermekkora van, nem áldozhatóak be, és nem lehet velük és rajtuk ilyen módon kísérletezni. Elveszni látszik a gyerekek motivációja, nem csak kreativitásukat, alapvető tudásszomjukat, valamint biztonságérzetüket is elveszi tőlük a rendszer. És ami még számomra legalábbis ennél is borzasztóbb, a hitüket. Biztonságot, fejlődési lehetőséget, megfelelő kommunikációt, jól átgondolt és egyeztetett lépéseket szeretnénk az oktatásban. Adják meg a lehetőséget, hogy örömmel, nem lehet leterhelten gyomorgölcsön menjenek iskolába gyermekeink, és a tanáraik sem. Nagyon szükséges, hogy azok, akik ma, vagy bármikor, bármilyen oknál fogva döntési helyzetben vannak gyermekeink oktatásával kapcsolatban, tényleg megértsék a felelősségüket. A döntéseiket nem csak átmeneti, rövidtávú vagy egyéni szempontok kell, hogy vezessék, hanem annak a lehetőségnek és szükségnek a felismerése, amit a jövő nemzedéke hordoz. Talán a legfontosabb üzenettel zárnám mondandómat. Tessék megérteni végre, nem a gyermekeink vannak az oktatás politikáért, hanem éppen fordítva. Szeretném, hogy ezt mindenki megérteni és megjegyezni, még odafönt is. Gondolkodtam azon, hogy helyes, ha itt felszólalok, hiszen hogyha nem vállalom el, akkor azt mondják, hogy mindig azt beszélték az önkormányzatnál, hogy mennyire fontos az oktatás. Ugye pont most, amikor helyzet van, akkor hagynak minket cserben. Másrészt viszont, ha meg belegondolok, hogy milyenek a mai közállapotaink, biztos vannak olyanok, akik azt mondják, hogy na persze, már megint a politika. De tud-e valaki a jelenlévők közül bármi olyat mondani, ami a politikában, a közoktatásnál fontosabb? Úgy is mondhatnám, hogy ha belegondolunk, ugye, hogy mi is a politika, a közállapotokkal való, a közügyekkel való foglalkozás, a legszemélyesebb közügy az oktatás. Az én gyermekeim is iskolába járnak, természetesen aggódom azért, hogy az ő sorsuk milyen lesz, hogyan alakul az a körülmény, amiben nekik majd aztán fel kell nőniük, meg kell szerezniük azt a tudást, amivel az életben helyet tudnak állni. És önkormányzati vezetőként meg természetes, hogy felelősségem az, hogy a településen működő számtalan intézmény, ezen intézményekre milyen szabályok, milyen szabályrendszerek vonatkoznak. Jól emlékszem, még szoktunk minden évben tartani pedagógus napot, de a rendszerváltás után is, a szocializmusnak nevezett időszak után is tartottunk ilyet, és azt láttuk, hogy a pedagógusok kicsit megzavarodottak, azt kérdezték tőlünk, hogy miből, hogyan és mit tanítsanak. Én még akkor tanultam azt, hogy mit jelent szabadnak lenni, mit jelent az önkormányzatiság, de akkor is azt mondtam, és azt mondtuk valamennyien, hogy az intézményi autonómia az mindenek felett áll. Egy jó állam és az jó önkormányzat akkor jár el helyesen, hogyha meghatározza azokat a kimeneti feltételeket, amit elvárunk azoktól a gyerekektől, akik az intézményt elvégzik, de az odavezető utat, azokat a pedagógusok tudják legjobban, hogy miként, milyen eszközökkel, milyen módon kell bejárni. És elérkeztünk a 2010-es évekhez, amikor is Budaörsön olyan intézményeket láthattunk a bölcsödétől a gimnáziumig, ahol nem csak a feltételek, nem csak a körülmények, nem csak az eszközök, nem csak az épületek, hanem az intézményekben dolgozó pedagógusok is fantasztikus módon teljesítve olyan hálózatot hoztak létre, hogy mindig a felvételiknél volt problémánk, hiszen a környező településekről is nagyon sokan akartak ide jelentkezni. És aztán jött a reform, a visszaállamosítás szándéka. Az IJS volt az első olyan intézmény, amelyik jelezte, hogy ebből bizony baj lesz. És aztán tartottunk akkor is egy pedagógus rendezvényt, egy pedagógus napot. Nem más volt a rendezvény vendége, mint Pokornyi Zoltán, aki kormánypárti polgármesterként, pedagógiai szakértőként is jelen volt, mint meghívott vendég. És amikor én elsoroltam azokat a gondokat, amiket látok, és azokat a félelmeket, amelyeket látok az új szisztémával kapcsolatban, akkor ő annyit mondott, hogy amit én elmondtam, azzal ő nem tud vitatkozni, sőt, ő még szeretne hozzátenni néhány más szempontot is, ami miatt nem jó ez az új rendszer. Nem helyes az, hogyha azoktól a településektől, amelyek jól tudják megoldani ezt a feladatot, elveszik a feladatot, ahelyett, hogy ott segítenének, ahol probléma van, márpedig az országban sok ilyen hely van.
és úgy sommázta a mondandóját, hogy ez a szisztéma a rosszakat nem fogja javítani, de a jókat lerontja. És aztán mit láthattunk? Azt láthattuk, hogy ahhoz, hogy Budaörsön a bérszínvonalat megtartsuk, be kellett vezetnünk egy ösztöndíjrendszert. Az IJS gimnáziumnak el kellett döntenie, hogy a budaörsi IJS gimnázium és szakközépiskola nevéből melyiket veszi el, mert a kettő egyszerre nem lehet, így már nem indítanak szakközépiskolát. Vagy éppen a legutóbbi élmény az, hogy idézőjelben élmény, hogy amikor meg akarták tartani a szallagavatót, és ígérvényük volt, hogy ennek a költségeit a KRIK fedezi, kiderült, hogy csak az egy negyede áll a rendelkezésre. Két nap a szallagavató előtt az igazgató abban az állapotban volt, hogy lefújja az egész szallagavatót. Természetesen nem kellett ezt tennie, az önkormányzat segített. Vagyis legyen bármennyire is jó szándékú, vagy segítőkész a tankerületi igazgató, a probléma rendszer szintű, és ezt egyre többen látják. Csökkennek a gimnáziumi férőhelyek, leépül a szakképzés, 16 évesen utcára kerülnek a nehezen tanuló gyerekek. Egy a tananyag, egy a tankönyv. Rend, fegyelem, állami irányítás. Ez a régi új recept. Autonómia, kimeneti szabályozás helyett szigorú tanfelügyeleti rendszer a nullához közelítő igazgatói hatáskörökkel. Az elképesztő mennyiségű adminisztrációs teher, a fantasztikus önértékelési rendszer, melynek a rövidítését a diákokra való tekintettel itt most nem idézném fel, elvonja az érdemi munkától a pedagógusokat. Kötelező napközibe járni, kötelező belépni a nemzeti pedagógus karba, kötelező a gyerekeket 3 éves kortól óvodába adni, 6 évesen meg iskolába, kötelező az egyen tankönyv, és persze kötelező a tanterv is, amitől eltérni maximum 10%-ban lehet. Kit érdekel az, hogy a gyerekek nem egyformák? Hogy az ország különböző részei között óriási eltérések vannak, más-más módszereket igényelnek ezek. Hogy a pedagógusoknak is van személyiségük, és épp akkor lesznek kreatívak és értékteremtők, ha nem kötik meg mindenben a kezüket. És kit érdekel az, hogy helyben tudják leginkább, mire van szüksége egy adott közösségnek. A hallgatás is állásfoglalás. Most megtörténni látszik a hallgatás, és csak akkor lesz változás, ha nem törődünk bele, ha elhisszük, hogy rajtunk is múlik. Össze kell fogni pedagógusnak, szülőnek, diáknak. Nem hallgathatunk tovább, és nem szabad feladni. Ezért fogadtam el a mai napra a meghívást. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen. Meg... A budaörsi óvodák dolgozói nevében kijelenthetem, hogy egyetértünk a nyílt levélben foglaltakkal. A rendszer túlszabályozottnak és átgondolatlannak tartjuk, amely több ponton is hátrányosan érint bennünket, óvodapedagógusokat is. A megterhelő és értelmetlen feladatok mérhetetlen feszültségeket okoznak bennünk is. A tanfelügyelet és a minősítés egyáltalán nem segíti elő a minőségi munkát. Az elfáradt óvodapedagógus nem használ sem a gyerekek, sem a szülőknek. A túlzott és a bürokratikus adminisztrációval eltöltött idő csak a gyerekektől veszi el. Számunkra pedig a legfontosabb a gyermek. És ezért mi is változást követelünk a jövő generációja érdekében. Polgármester úr, mi annak az oka, hogy ön is csatlakozott a pedagógusok kezdeményezéséhez? Ugye azt mindenki tudja, hogy Budaörsön az oktatás ugye a rendszerváltás óta kiemelt, és a támogatás tekintetében is, finanszírozás tekintetében is a legmeghatározóbb feladatok közé tartozott. És ahogy itt elmondtam, mi mindig azt gondoltuk, hogy a szabadságnak nagyon nagy jelentősége van az oktatásban is. A pedagógus az, aki legjobban tudja, hogy milyen út vezet ahhoz, ami aztán az iskolát elhagyva, vagy az adott intézményt elhagyva az adott gyereknek szükséges ahhoz, hogy vagy tovább lépjen, vagy elhelyezkedjék a munkahelyén. Ezért aztán mi alapvetően az intézményi autonómia pártján voltunk mindig. Amikor az Herman meghirdette ezt a rendezvényt, akkor én még csak információt tudtam arról, akár az Indexen, akár a helyi rendőrkapitánytól, hogy lesz valami rendezvény. Aztán megkerestek telefonon, hogy elvállalnám-e azt, hogy én is mondok beszédet. Hát természetesen erre két választ lehet adni. Azt mondom, hogy nem, mert nem szeretném, hogy ez
politikai rendezvénynek tűnjék, bár nincs politikai párt hátterem, ezért aztán nem is nagyon értelmezhető a dolog. Ráadásul ugye a politika közügyekkel, közállapotokkal való foglalkozást jelenti, és hát én itt is elmondtam azt, hogy a legszemélyesebb közügyünk az oktatás, hiszen a gyermekeinkről van szó, és hát mint intézmény fenntartó az önkormányzat számára nem mellékes az, hogy milyen feltételrendszer mentén végzik a dolgokat azokat a pedagógusok, akik itt több százan eljöttek a szakadó eső ellenére, vagyis azt jelezték, hogy valami baj van, így aztán azt gondolom, hogy kötelességem volt eljönni. Budaörsi tanárok is panaszkodnak, vagy tulajdonképpen azokra a felszólalásokra reagáltak, ami először a Miskolci gimnázium felől érkezett? Én úgy érzékeltem, és a felszólalásokból is ez derült ki, hogy a Miskolci Herman Otto gimnáziumnak a felhívásához csatlakozott a Budaörsi általános iskola, amelyik ugyanezt a nevet viseli, de hát jól tudjuk, hogy amikor ezt az új rendszert, ezt az új oktatási központosító, államosító rendszert bevezették, akkor az IS gimnázium volt az első, aki felhívta a figyelmet, hogy ebből nagy baj lesz. Azokat az értékeket veszik el, ami a pedagógusok kreativitását, az oktatási szabadságát jelentik, amitől olyan diákok lesznek, mint például az itt felszólaló kislány, aki olyan szépen fogalmazott meg olyan gondolatokat, ami szerintem vezető politikusaiknak sem menne, hogy látható az, hogy mit jelent az, amikor egy ilyen intézményben végez valaki, milyen útravalót kapnak a budaörsi iskolákban. És természetesen az, hogy a budaörsi iskolák, óvodák, a bölcsöde, a gimnázium olyan épületekben, olyan nagyon szinte nyugodtan mondhatjuk, hogy európai színvonalú körülmények között és eszközrendszerrel dolgozhatnak, és megbecsültségben, ezt féltik az itteni pedagógusok, mert most már csak ezt úgy lehet fenntartani, hogy az önkormányzat bevezetett egy ösztöndíjrendszert, és mindig oda tologatja a pénzeket, ahol éppen baj van, ennek semmi értelme. Ez mit jelent tulajdonképpen? A budaörsi szülőknek nem kell aggódniuk? Tehát az oktatási rendszer színvonal az ugyanolyan, mint volt, vagy van némi elmozdulás? Szerintem mindenkinek aggódnia kell, és én pont azt mondtam, hogy ez nem pártpolitikai kérdés, ez egy közoktatási kérdés, ahol én Pokornyi Zoltánnal, aki a jelenlegi kormánypárt egyfelől polgármestere, tehát mint intézményfenntartó, működtető is érti, hogy miről van szó, másfelől közoktatási szakember, milliméterre ugyanazt gondoljuk erről a kérdésről, és meg kell védenünk azokat az intézményeket, amelyeket mi magasabb színvonalon tudunk működtetni, mert látható, hogy a működésben már ma is problémák vannak. Az IS-nek például el kellett engednie a szakközép, a szakoktatást, már pedig erre nagy szükség lett volna, és számos olyan működési problémát látunk, ami ebből az átalakításból fakad. Ezért aztán én azt mondom, hogy jelenleg mi próbáljuk a rossz rendszert kompenzálni szükségmegoldásokkal, de nem szükségmegoldások kellenének, hanem normális rendszer szintű változtatás. Ott békén kell hagyni az önkormányzatokat, mint fenntartókat, ahol ők jól tudják működtetni az intézményt, és az elmaradott térségekben, ahol nincs eszköze az ottani önkormányzatoknak, településeknek, ott kell az államnak szerepet, feladatot vállalni. Számtalan olyan hírről tudósítottuk az elmúlt néhány esztendőben, amely arról szólt, hogy a budaörsi oktatási intézmények messze túl teljesítettek a országos átlag felett, különböző extra szolgáltatásokkal, ami egyébként nem volt kötelező. Ezek a szolgáltatások most is megvannak még? Hogyne, ezeket fenn is fogjuk tartani, bár miközben a speciális nevelésű igényű gyerekek iskolai oktatása az nem önkormányzati feladat, éppen most építjük újjá azt az épületet az Árpád utcában, ahol nagyon magas színvonalon dolgozó pedagógusok látják el azokat a gyerekeket, és itt hozzá kell tenni, akik közösségben elláthatóak. Azért azt tudni kell, hogy például a speciális nevelésű igény az az enyhe diszlexiától a súlyosan nehéz helyzetben lévő gyerekekig, és itt most nem szeretnék különböző betegségeket megnevezni, de akik nem mindegyikük láthatóak el közösségben. Ezt egy szakértői csoport vizsgálja, de az egészen, és ezt még ezt nagyon hangsúlyozottan kell mondani, hogy az valamennyi óvodánk alkalmas arra, hogy a közösségben az integráltan nevelhető gyerekeket befogadja, és mindenhol ezt mi ingyen látjuk el, mert vannak olyan vállalkozások vagy alapítványok, akik ezt pénzért teszik, de mi még azokat is támogatjuk, akiket nem lehet közösségben ellátni, akiknek még speciálisabb igényük van ott
a különböző költségekhez hozzájárulunk, éppen azért, hogy ezt a nehéz helyzetet az önkormányzat tudja kompenzálni. A csendes demonstráció keretében a közoktatás problémáira igyekeznek felhívni a figyelmet. A demonstrációval párhuzamosan egy kisebb torlódás is kialakult Budaörsön, de ez csak egy fél órán keresztül jelentett gondot. Budapestiként csatlakoztam ezzel a kezdeményezéshez, ex-tanárként, jelenleg egy pártnak önkormányzati képviselőjeként, azért, mert azt gondolom, hogy teljesen jogos követelésekkel élnek, és nagyon örülök annak, hogy végre valahára ennyien kimentek az utcára, hangot adtak a kritikájuknak, és beleszólást kérnek abba, hogy milyen körülmények között dolgozhassanak. Szerintem ez az első és legnagyobb lépés, ezért vagyok itt. Mit látsz a közoktatás tekintve a legnagyobb problémának? A központosítást, az, hogy mindent tulajdonképpen egy kézből, fölülről próbálnak vezérelni, úgy, hogy megfelelő információjuk ahhoz, hogy el tudják dönteni, hogy mi lenne a jó, nincsen. Önök miért csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, ami anno a Miskolci gimnáziumtól indult el? Hát azért azt szeretném emlékeztetni a közvéleményt, hogy legelőször a mi gimnáziumunkból indult el ez a kezdeményezés. 2011-ben, tehát mi már akkor láttuk, hogy nem lesz jó, csak akkor még az ország nem látta, hogy ez nem lesz jó. De nagyon örülünk és nagyon boldogan csatlakozunk hozzájuk, azért mert elégedetlenek vagyunk ezzel az egésszel, és azt szeretnénk, hogyha rendszer szinten megszűnne ez, és valami új közmegegyezésen alapuló törvény születne. Mit látnak az IES gimnáziumban? Mi az, ami változás a korábbi állapotokhoz képest? Mindannyiunkat a startvonalra állítottak például, tehát mi se számít, hogy ki mennyi ideje van a pályán, mindenkit visszaminősítenek, és bizonygatnunk kell országvilág előtt, hogy alkalmasak vagyunk a pályára, és a szempontok sem megfelelőek, amik alapján minket minősítenének. A gyerekek talán kevésbé érzékelik azt, amit mi tanárok, de ennek az az oka, hogy a tanárok, illetve a szülői közösség, illetve mindenki, aki tudja és érti és értékeli azt, ami zajlik az IES-ben, hozzátesz ehhez az egészhez, hogy mi át tudjuk hidalni azokat a problémákat, amelyeket ez a 2011-ben bevezetett konzultáció nélkül és random módon kialakított köznevelési törvény eredményezett. És az, hogy mi még működünk és első helyen állunk, az annak köszönhető, hogy a tanároknak olyan erős hivatástudata van, és olyan vezetés van az iskola élén, amely engedi a tanári szabadságot, és engedi a pedagógiai munkát úgy folyni, ami elsősorban a gyerekek érdekét szolgálja. És hogyha összefoglalóan kéne megfogalmazni, hogy mi a probléma, az a probléma, hogy ami most zajlik, az nem a gyerekek érdekét szolgálja. És a gyerekek vesztek el ebben az egész rendszerben. Ha igazán a lényegről akarunk beszélni, akkor az a lényeg, hogy ez az egész, ami most van, a gyerekeknek nem jó. És mi ezért vagyunk itt. Versenyhátrányban vannak azok a gyerekek, akik most fognak érettségizni, vagy jövőre fognak érettségizni, mint azok, akik korábban tették? Inkább kiszolgáltatott helyzetben vannak, hiszen teljesen koncepció nélkül, átgondolatlanul történnek az oktatásban, akár az érettségi területén is változások, de ha az alsóbb szintekre gondolok ott is, nem tudnak előre tervezni sem a szülők, sem a gyerekek, mert az átalakítások, amelyek az oktatás ügyet érintik, teljesen random módon, meggondolatlanul, és a helyi regionális viszonyokhoz adott esetben nem igazodva zajlanak. Az, hogy versenyhátrányban vagy versenyelőnyben vannak, ezt így nem tudom megmondani, de azt gondolom, hogy mindenképpen bizonytalanság uralkodik mind a szülők, mind a gyerekek körében. Látunk itt Török Bálintról csoportokat, biatorbágyi pedagógusokkal is találkoztunk, tehát nem csak a budaörsi pedagógusok emelték fel a szavukat, hanem a térségből is jöttek. Az elmúlt 4 évben a köznevelési törvény elfogadása után még el lehetett velünk fogadtatni azt, hogy ez egy gyorsan összetákolt törvény, vannak hibái, de lehet rajta javítani. És meg is ígérték, hogy folyamatosan javítgatnak ezen. Most eljutottunk oda, szerintem, hogy észrevettük, hogy nem a javítgatás, ezt már nem lehet, ezt ott szúrták el, hogy Balogh miniszter úr mondta, nem túltolták a biciklit, hanem
szélsebesen rohantak vele, eszeveszettül tekertek, és a baj az, hogy nem is rossz irányban, hanem a szakadék felé. Innen már nincs visszaút, itt már komolyabb változtatások kellenek. Ezt értem. Javaslatok? Mik a javaslatok? Hát az, hogy valódi szereplőkkel érdemi tárgyalásokat kell folytatni. Tehát az nem működik, hogy kijelentjük, hogy majd megkérdezzük Cunyini államtitkár asszonyt, hogy kivel üljünk le. Azok nem tárgyalások, amikor a kormány önmagával tárgyal. Itt tényleg a valódi szereplők kellenek, és akkor lesznek érdemi változások. Miért tartottad fontosnak, hogy te is elgyere, és képviseld mondjuk a diáktársaid? Azért tartottam fontosnak, mert ez rólam szól. Nekem kell ebben az oktatási rendszerben részt vennem, és nekem kell minden délutánt végig tanulnom, és 3/4-ig bent ülnem az iskolában, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezzel hitelesítsem azt, hogy én is szeretném, hogy megváltozzon ez az egész rendszer. Mit látsz diákként problémának? Nagyon-nagyon hosszú a tanítási időszak. Olyan tananyagokat adnak le a tanárok, amikben még ők se biztosak. Sokszor az egyetemi jegyzeteikből kell tanítaniuk minket, és nagyon idegen nekünk ez az egész. A pedagógusok elvesztik azt a kedvüket, motiváltságukat, amíg régen volt, hogy a kreativitásukat, a gyerekre figyelésüket helyezzék centrumba, ehelyett adminisztrálni kell, követni a tantervet, azt a tankönyvet választani, amit állambácsi kiválasztott nekik. Nem jó ez így. Beszéljünk a szülői aspektusról is. Mit tapasztal a saját gyerekeim, vagy gyerekein, elsősorban a 10. lányon? Igen, hát ahelyett, hogy kora délután már otthon lenne, pihenne, kortársakkal lenne, olvasna, edzésre járna, ehhez 4-ig ott van az iskolában. Úgy látja, hogy a diákok nem töltik el hasznos lesz a plusz időt, amit most az utóbbi időben meg kell tölteni az iskolában? Nyilván ezt egy kicsit nehezebb megbecsülni, de azt tudom, hogy amikor én voltam gimnazista, vagy akár csak az ő bátyai voltak gimnazisták, akkor több pihenő idejük volt. És illetve nyilván az otthoni készülés is meg hozzászámolódik, hiszen ha ennyi időt el kéne töltenünk nekünk tanulással felnőtteknek, hát mi is elég rosszul lennénk. De akkor túlterheltek a gyerekek? Maximálisan. És ez mindig rontja a motivációt, a kedvet.